Hello mindenkinek! Már egy arany ciklámen sminket hoztam nektek, macskás szem kihúzással. Úgyhogy ez egy eléggé élénk smink így a nyárra. Ha szeretnétek megnézni, hogy hogy készítettem, akkor tartsatok velem! Hát akkor kezdjük. Legelsőnek a Maybelline-től használom ezt a 24 órás Color Tattoo-t, méghozzá ezt az aranyszínűt, ezt az aranyszínűt fogom használni, és ezzel a szintetikus ecsettel viszem fel. És úgy viszem fel, hogy csak mélyítő vonalig akarom vinni ezt a színt, mert utána már mást fogok oda felvinni. Jó, tehát így erre a részre. Következőnek ezt a fehér szemceruzát veszem elő, és megjelölöm vele a mélyítő vonalam. Egyébként, ha van ciklámen, akkor ciklámen ceruzát használjatok inkább, de nekem nincs, úgyhogy én beérem most ezzel. Itt egy kicsit kifelé húzom, csak éppen hogy, és akkor egészen ide behozom, én megvilágosítom itt ezt a részt, és ezzel a szintetikus ecsettel dolgozom el. És ugye ide belülre is eldolgozom. Miután ezzel megvagyunk, ezt a ferde ecsetet használom, és a 120 színes palettáról pedig ezt a nagyon élénk ciklámen, erős ciklámen szemfestéket fogom használni. Lefújom róla, ami ugye leperegne, és akkor először elkezdem meghúzni a mélyítő vonalamat. Ide nyugodtan lehet jó sok festéket felvinni, mert ezt majd ilyen cut crease-nek készül, tehát akarom, hogy tényleg látszódjon a kettő között egy, mint egy határ vonal. És ugye egészen odáig behúzom. Jó, és akkor itt pedig így kihúzom. Most felváltom ezzel a hegyes ecsettel. Nélkül, hogy szintennék rá, elkezdem satírozni. Ceruzával azért lett volna jobb, mert akkor még inkább meg lett volna itt húzva. Most már tettem festéket is rá, és akkor így satírozom tovább. És ez a fehér alap még halványabbá teszi ugye itt nekünk ezt a színt, valamint vibrálóbbá is, tehát élénkebbé. Jó, most akkor előveszem ezt a ferde satírozó ecsetemet, és ezt a halványabb rózsaszínt, ezzel még rámegyek és satírozok. És akkor ezt már összedolgozom ugye a sötétebb ciklámennel. Visszajövök a hegyes ceruzával, és visszaerősítem a húzást. Következőnek ezt az Essence aranyport fogom használni, és ezzel a szintetikus ecsettel viszem fel. És akkor ugye elkezdem felvinni.
és akkor itt kint egy kicsit tovább húzom. Jó, most visszajövök a hegyes ecsettel, de nem tettem rá semmit. És csak így szaladok át, hogyha ráment esetleg aranybor, akkor azt ugye leszedjem. Következőnek szintén a 120 színes palettáról ezt a matt fehér színt használom, és ezzel a szemhéjfestékecsettel viszem fel. És ugye a szemöldök csontomat világosítom meg. De a szemzug belső részére is felviszem ezt a Maybelline alapot. Rámegyek ugye ezzel a csillogós borral oda is. Idáig. Ismét fehér ceruza és kihúzom a vízvonalamat. Jó, és akkor alul pedig ugye ezt a ciklámet viszem fel. És akkor, hogy ne legyen ilyen sápadt a sminkünk, fekete szemhéjtus zselét, valamint a hozzáillő ecsetet használom. És most lecserélem azt a tust, hogy szebben meg tudjam ugye itt húzni. Ez a kisebb csel. Úgy húzom ezt a szemkihúzást, hogy ide is bejövök vele. Mint hogyha a vonal alja, az itt ezzel a résszel lenne összekötve így. Itt azért egy kicsit több ezüstöt akarok, vagyis aranyszínt, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy szívtelenül ezt itt meghúzom, mert nem kellene, hogy ott jöjjön egyébként a rózsaszín, tehát ezt elméreteztem, úgyhogy ezt javítsuk ki, mert akkor lesz gyönyörű a tusvonalunk, jó? Úgyhogy nyugodtan húzgáljuk addig, amíg az ott így el nem tűnik kávé. Feltettem a műszempillát is, akkor pedig az Aden Cosmetics szempillaspiráját használom. Következőnek kontúrozni fogok ezzel a sötét barna kontúrral. És ugye az arccsontom alá viszem fel. Következőnek pedig a Victoria's Secret palettáról ezt a lila tónusú, de egyébként rózsaszínű pirosítót fogom felvinni a Sigma ecsetével.
rúzsnak pedig az Arden Cosmetics-től ezt a rózsaszín rúzst fogom használni. A 020-ast. Ilyen, de hogy ne legyen ennyire ilyen mattos, ezért az Ardennek az egyik kedvenc szájfényem az Ardentől egyébként, ezt a rózsaszín sejem hatású szájfényét fogom felvinni rá, aminek nincs színe, de mégis ugye ad egy ilyen csillogást neki. Na, ma is mink eredményünk. Remélem, hogy tetszik nektek. És hogyha tetszik, akkor lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornámra még több videóért, hogy elsőként láthassátok a legújabb videóimat. Kövessetek Facebookon is, ahol már előre kiszoktam tenni a várható videókat és a képeket is a sminkekről. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, és sziasztok!